Jó. Honnan is jön ez? Ez a zenei szenvedély? Hát ez egy Led Zeppelin dóta kezdődik így. Hát a Black Dog, nem? Igen. Hoppá. Pedig nem beszéltük meg. Igen. Ez sem többek között. A zenei szenvedély honnan jön? Hát nem is tudom, hát az egész életemet ez a rock and roll érzés hatja. Hát ez egy... Igen, és azért kezdtél csellót tanulni kiskorodban? Hát akkor még az irányított volt, akkor még nem volt tudatos, akkor azt mondták, hogy a általános iskolai zenekarban... Tehát ez a 60-as évek volt még, igen, ugye? Igen, keményen. A zenekarba csellista kell, cselló volt, és akkor azt mondták, hogy én leszek a csellista. Aha. És akkor két évig volt ezt szerelmes a csellóban, vagy hű a csellóban? Hát két évig, hetedik, nyolcadik, igen. Én egyébként megmondom őszintén, én azt hittem, hogy te kifejezetten tipikusan zenész vagy. És ehhez kapcsolódik a pályád, de aztán közben kiderült számomra, hogy te nem. Te nagyon is gyakorlati ember vagy, gépész vagy, gépgyártó vagy, vagy gyártástechnológus vagy. Ugye ezt tanultad. Igen. És úgy az én fejemben valahogy nehezen rakodik össze, hogy az ember műszaki ismereteket tanul, azt csinálja egész életében is, hogy mellékesen megzenél. Mert ugye ez így volt nagy. Hát ez végül is, igen, így volt, de én mindig azt mondtam, hogy ugye legyen az embernek egy munkája, egy szakmája, uram, bocsa, egy hivatása, de mellette valami kikapcsolódás mindenkinek kell. Legyen egy hobbija, egy szenvedélye. És ez csak azért volt neked kikapcsolódás miatt? Hobbi miatt? Soha nem gondoltad azt, hogy esetleg befutottok vagy zenei karriert? Vagy innen Nyírbátorból ez távol volt? Nagyon? Nem gondoltunk ilyenre sose, meg lehet, hogy akkor már kötelező lett volna, akkor lehet, hogy már munkának vettük volna. Néha itt így is van, amikor valahol nagyon készülünk, akkor még egyszer próbálunk, még egyszer, akkor már néha így is olyan, nem mondom, hogy erőltetetnek tűnik, de akkor már lehet, hogy nem olyan örömmel csinálnám, mint így. Ugye 58-62 éves vagy, nem vagy öreg rockernek? Túl régen vagyok fiatal. Az a baj. Aha. Hát nem tudom, hát most... De a rock az megmaradt, az ugye? És csak az a fő, az a fő. Hát az a fő irányzat, igen, igen. Aha. És a közönség ezt, milyen korosztályú közönség veszi ezt? A teljes társulat ilyen korú, mint te vagy? Igen. Sőt, talán én vagyok a... Legfélek. Ja, nem, most van egy fiatal billentyűsünk, ő 42 éves fiatal. Hát tényleg fiatal. De tőlem idősebbek a zenésztársak. Ti már a sírig csináljátok ezt. Reméljük. És milyen a közönség, ahol feléptek? Milyen a korosztály? Hát korosztály beliek, de mivel hogy a repertoárban vannak már későbbi, most nem a Republic nóták, amiket nagyon sokan ismernek, akkor nem csak a régi Deep Purple, meg Illés, meg Fonográf van, Meg azért próbálunk a mai kortárs zenéből ismeríteni. Egy kis Quimby, egy kis, most nem tudom miket. Úgyhogy játszunk ilyet, és ezeket is szereti a közönség, sőt kérik. Aha, tehát a... És akkor jönnek a fiatalok. Ez biztosítja azt, hogy a közönség nem hal ki, a zene szeretet sem hal ki. A színpadról ki lehet kidőltök, de a közönségben viszont megvan azért az a korosztályi váltás, ami szükséges az, hogy jövőre is közönség legyen, és azt követően is. Érdekes, a színpadon mi sem halunk ki. Előtte meg utána fáj a vállunk, a mindenünk, ott valószínű az adrenalin, vagy valami dolgozik, és ez még mindig dolgozik? Tehát még mindig örömmel? Persze. Aha. Jó, hát persze most mondhatnám némi kajánsággal kis gonoszkodása, hogy persze ti élvezitek, de akik hallgatják, azok vajon mennyire élvezik. Mennyire tudtok ti zenélni amúgy? Szóval én nem tudom, hogy mi hogy tudunk zenélni. Szóval igazából ugye szoktuk mondani, hogy én tudok gitározni. Én nem tudok gitározni. Mi megtanulunk dalokat. Szóval, de úgy, hogy csak egy ilyen klasszikus formában vett ilyen gitározás. Na most várj, Béla. Tehát ha eléd rakunk egy kottát, és hogy abból kellene lejátszani valamit, az menne? Azonnal nem. Azonnal. Tehát te nem úgy vagy, hogy ránézel, és egyből elpengedsz.
nem. Nem. Ennyire profik nem vagyunk. Senki a társulatban? De a basszusgitárosunk, ő tanult tovább zenét, meg ő még szólfést is tanult valamikor. Hát most jut eszembe basszus, hogy te basszusgitárosként kezdted a pályádat. Jó, na, ezt csak úgy beleugrottunk itt a közepébe. Ez az ATEM együttesről beszéltünk, igen. Ugye? Így kell mondani, ATEM igen, vagy igen. ATEM? ATEM, igen. ATEM. És mi ez az ATEM amúgy? Ez is egy érdekes dolog. A frontemberünknek, a gitárosunknak volt egy fekete macskája, azt hívták Alpha Team-nek, és ez eltűnt, és akkor Alpha Team emlékére. Innen van a rövidítés. Hát mit szóval, nem mondjak. Ez a 70-es években... Nem szoktátok feladni találós kérdésnek, aki kitalálja, adtok egy nagy lemez, nem tudom mit. Jó ötlet. Mert ez, szerintem ez lehetetlen. Lehetetlen kitalálni, de jó. Viszont a történet megmarad az emberekben. Hát nyilván, hát ilyen hülyeség, kinek jut eszébe amúgy. Igen, ott a 70-es években ugye ott nem mondom, hogy lázadtunk minden, de ugye mindenki kereste az útját, és akkor születtek ilyen rövidítések, meg ilyen gondolatok. Eltűnt macskánk emlékére. Jó. Na, szóval itt ugrottunk egyből egy fejest a dolgok közepébe, de hát azért nézzük már meg, hogy ki is ez a Vig Béla. Tehát te ugye egy asztalos apa, otthon háztartással foglalkozó anya gyerekeként látod meg a napvilágot, Debrecenben, nem itt Nyírbátorban, nem is Nyíregyházán. A szülők ugye akkor már, hogyha jól sejtjük, akkor már vagy 20 éve házasok voltak, ugye? Igen, pontosan. Tehát elég későn születtél. Ja. És a testvéred is, mert szóval van egy bátyám, ő született 20 évi házasság után a szüleinknek, és akkor utána másfél év múlva én igen. Te már akkor a jártutat jártad be. Hát én ilyen futottak még. Neked már lehet egy picivel esetleg. Nem akartak a szülők, hogyha lehet erről beszélni két mondatot gyereket addig, vagy nem sikerült? Nem sikerült. Már le is mondtak, és akkor így és ilyenkor egyszer szokott bejutni az áldás csőstől, ketten is jöttetek egymás után. Világ. És ezért inkább elment az anyukád Debrecenbe, ugye? Igen, mert hát végülis anyukám 40 évesen szült engem, 38 volt, mikor a tesómat. Most már ez nem mondom, hogy mindennapos, de az még most is furcsa néha. Meg a testvérem 56. október 19-én született, és, hát az elég és akkor igen, az egy elég gázos időszak volt, és így úgy gondolták a szüleink, hogy egy klinika csak biztonságosabb, mint mondjuk egy nyírbátori szülő otthon, és akkor így születtünk mi Debrecenben, de amúgy a szüleink Nyírbátorban laktak már a második világháború előtt is. És az asztalos apa az hatott a te pályádra? Vagy... Mert ugye ő viszonylag korán meghalt. Hát igen, ő elsős középiskolás voltam, amikor ő hát meghalt. Akkor hatott az. Ezt a gyerekkorunkban. Hát a műhelyben külön ki volt téve, hogy még deszkából dolgozhatunk mi, meg még szerszámot használhatjuk mi, gyerekek. Lejártatok a műhelybe? Természetesen. Ő otthon dolgozott, mint asztalos? Otthon volt a műhely, otthon. Aha. Pontosabban otthon is volt műhely, hát a KTS-ben, az asztalosipari KTS-ben dolgozott, de otthon is dolgozott. Aha, és azt is szeretted a fa megmunkálást? Természetesen. Ma is? Még ma is. Szerszámok megvannak még? Azok a szerszámok nincsenek. Hát az még az az idő volt, szoktam mondani a testvérem, hogy a mi apukánk műhelyében csak a villanykörtében volt áram. Ő még ilyen furdancsal furta a lyukat. Meg kézifűrésszel, meg ő még bútorasztalos volt, és ő még ugye furnért enyvezett a deszkára, és utána a politúrozta egy ilyen kézzel készült labdával. Műbútorasztalos volt, igen. És akkor fényezte a bútort, és úgy készültek el a szekrények, meg és akkor tálalók, dolgozott stb. Mondjuk úgy stikába, tehát keresett valami kis természetesen, pénzt. Igen, úgy is. Hát meg ő nyugdíjas lett, mert mivel, hogy... Hát igen, későn menjünk még vissza. Az én édesapám 1906-ban született. 1906-ban? Úgyhogy anyukám meg apukám között tehát 12 év korkülönbség volt. Tehát 52 éves volt, amikor te születtél. Igen. És akkor ott ugye 60 éves korában nyugdíjba ment, ja, és hát akkor még utána is akkor... Úgyhogy vannak ilyen érdekes. Neked egyszerre volt édesapád és nagyapád is, akár viselkedett. De tekinti, hogy is mondjam, kikövetelt a tekintét, megkaptad a elismerést tőletek, így, hogy
azért. Tiszteltük, becsültük, ő egy viszonylag csendes, magas, szikár ember. Tehát nem volt egy nagy hangú ember. Nem. Jó. Na, jártál általános iskolában, Nyírbátorban. Igen. Teljesen egyértelmű volt a pályaválasztásod aztán, hogy te mész Debrecenbe? Hát a testvérem előttem elment a vegyipariba Debrecenbe. Igen. És hogy hát annak idején úgy ment, aki jobb tanuló volt, fiú, az ugye általában vagy a gépipariba ment, vagy a vegyipariba. Nem sok variáció most volt. Most csak egy kicsit fényezted magad? Csak egy kicsit, mert aki jobb tanuló volt, vagy a gépipari, vagy a vegyipari. Te a gépipariban mentél, hát jól értem. Hát mi a vegyipariban ment, én mentem a gépipariban. De jól értem, akkor te sem voltál rossz tanuló. Igen, akkor még jó tanuló voltam. A tényleg? Igen. Tehát akkor még tanultál. Akkor. Tanultál? Vagy csak jól vágott az eszed? Hát a jelest hamar elértem. Aha. Úgyhogy nem voltam kitűnő tanuló. De jó. Pontosabban, de teljesen jeles, szóval nem voltam annyira kitűnő. Na és azt mondom nekem, hogy akkor, ha ezt így fogalmaztad, csak egy fél mondatot vesztegessünk már rá. A McFadden már nem voltál olyan jó tanuló? Hát ez úgy volt az egész, hogy elmentünk ebbe a nagy városba, és én bekerültem egy olyan kollégiumba, ahol 300 lány volt, meg 68 fiú. Na, ez a Debrecenben az Apafi utcai kollégium, később Váci Mihály, és tele volt fiatal tanárral, ott nagyon ilyen liberális szellemben foglalkoztak. Nem volt ébresztő, este nem volt villanyoltás. Hát volt ébresztő, csörgött az óra, de nem kellett felkelni. Ott ki lehetett járni, ott zenét, magnót be lehetett vinni, ott lehetett, volt egy kis klubhelyiség, ott lehetett gitározgatni, akkor, sose felejtem el, akkor jelent meg a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról is, és ott a sötétben, amikor azt ott, már a nagyobbak, a negyedikesek ott gitározgatták. De és akkor lényeg az, egy idő után, meg elkezdtünk sportolni, és egy idő után az szépen a tanulás rovására ment. Meg azért a McWard gépipariban nem nagyon tolongtak a kitűnő tanulók. Ott, aki egy jó közepesnél többet mert elért, az már... Mert ez azt mondta, hogy erős volt az iskola? Erős, vaskalapos, régi technikumi rendszer volt. Erős iskola volt. Te mit tudod, a gyártás technológiát? Igen, én gyártás technológiát. Mit akar ez, hogyha legyen valami fogalmunk? Hát a gyártás technológia az... Szóval ez gépipari, mondjuk, hogy gépgyártás. Aki konkrétan egy, semmihez sem ér, de mindenhez mégis. Nem, hanem mondjuk egy alkatrésznek, mert mondjuk a gépek általában alkatrészekből igen. állnak, annak a gyártási folyamatát kellett nekünk meghatározni. Értem. Az, hogy az milyen anyagból nem készül. Nem kitalálni az alkatrészt. Az egy másod, a tervezés. Igen. Az, igen, olyat igen. is tanultunk. De ugye általában már kész rajzokat kaptunk már később, amikor ebben a szakmában dolgoztam, és akkor onnan kellett kitalálni, hogy az hogy készül el, mert ugye az van egy rozsdás vasdarab, és akkor abból lesz egy, nem tudom, valami. Micsoda, egy féktárcsa az autóhoz. De ez azt is jelenti, hogy a végül is a fém megmunkáláshoz, konkrétan a konkrét munkáláshoz is valamilyen módon kellett érteni. Persze, hát ott volt műhelygyakorlat, és ott mi a fémet megmunkáltuk. Esztergát, még Kovács műhely is volt. Mi lópatkót kovácsoltunk. Tehát ez meg, a rendes, meg, a klasszikus kovács? Igen, az a levegős. Igen, a levegős fújtatós. Meg ácskapcsot, meg kampószeget, meg ilyeneket kovácsoltunk. Szóval elvileg mondjuk akkor kovácsoltál utoljára? Nem. Nem? Néha volt olyan, hogy melegítés után kellett a vasat meggörbíteni, vagy, jó, meg, akarom, vagy alakítani. Meg még a jó szerencséjét is kovácsolja az ember, ha sikerül, vagy nem. De ott végül is az iskolában mindenbe bele volt az esztergálás, a marógéppen tanultunk, furógéppen, szóval minden. Tehát a vasiparnak minden válfaját tanultuk. Mire kiértél a suliból azért... Tényleg elmondható volt rólad, hogy te értesz ahhoz, amilyen papírt kaptál? Igen. Bár ezt hozzáteszem, csak így négy szem közt vagyunk, hogy én a McWardba soha nem szerettem járni. Oda én nem volt olyan nap, hogy én nekem az az egész körülmény, az egész millió soha nem tetszett. De miért mentél akkor oda?
Nem voltál olyan... Hát olyan utólag derült ki, akkor már ott voltam. Hát és nem lehet átiratkozni? Hát nem. Hát most azt elvég... Hát hova mentem volna más... Hát mit tudom én? Hát, szóval mi nem tetszett neked ebben? Nem tudom. Ez az egész... A tanárok, az a... Nem tetszett. De nem a szakmáról beszélünk. Eleve ránézésre még mai napig megvan a Nyugati úton, a buszmegálló, ahol van Debrecenben, egy ilyen vörös téglás épület az egész. Szóval, na most ezt, de azért mondom, hogy ezt, de nem így utólag belegondolva, hogy én annak ott semmi porcigáját nem szerettem. De és a kollégiumot akkor... igen, ez a szerint. hát az egy más történet volt. És akkor mindezek után, szóval ott megtanultunk mindent, de én soha nem gondoltam, hogy így lett. És akkor mindezek után, amikor hazajöttem, 76-ban az iskolából, akkor elhelyezkedtem a Csepel művekben, annak, aminek tanultál. Amit tanultam. És én ott kezdtem rájönni, hogy ez a szakma szép. És igazából ott, amikor a gyakorlatban már élesben kellett ezeket a dolgokat csinálni, igazából én ott tanultam meg a gyakorlati részét a dolgoknak. Amikor már alkalmazni kellett azokat, amikor, hát volt olyan, többször elővettem a középiskolás könyveket, hogy már munkában, hogy is van ez. Aha, hát végülis 16 évig azért ezt művelted, ugye? Mert hát körülbelül vagy 16 évig voltál ott a Csepel művekben. Aha, tehát akkor, de akkor most már maradjunk itt Debrecennél, meg a kollégiumnál, meg a rock zenénél, ugye itt kapcsolódnak össze ezek a dolgok. Tehát végül is te ott jöttél össze a rock zenével, ugye? Igen. Ezek alatt, az évek alatt, és ezek valakinek a hatására, vagy hát mindenki azt szerette. Hát volt egy osztálytársunk, akinek már zenekara volt. Már meg akkor? Hát én, igen, és hát is mindenki ábrándozott akkor valamiről, hát egy jó néhányot arról ábrándoztunk, hogy legyen egy zenekarunk, zenéljünk, meg motorozzunk természetesen, úgy ott, amikor akkor még... Hosszú haj... Igen, az kellék volt a hosszú haj. És a motor, az hogy jön be a képbe? Hát a legeslegelső fizetésemből én azonnal vettem egy motort, egy szép új 250-es MZ-t, mert ugye a mai napig megvan. 250-es? Igen, 1977-ben. De abból nem fizetett ki a teljes fizetés, vagy a fizetés teljes ára, hát hanem csak egy szerintem rész. Vagy mezőgazdasági kölcsönt vettünk mindegy, fel, vagy valami. Értem. Jó, tehát a motor az fontos az volt, igen, szintén az meg a zene. Igen, és akkor már jött ez a rock and roll érzés, ugye volt fizetésünk, és akkor elkezdtünk többen magunkkal itt motorozni, motoros találkozókra járni, autóversenyekre, motorversenyekre járni, úgyhogy éltük. Tehát ez a fiatalság, ez a része, nagyon ez jó élet. Jó kis dinamikus igen, élet. Igen, volt. És magyarul nem sokat foglalkoztunk azzal, hogy valamikor nyugdíjasok leszünk. Aha, de jó. Tehát akkor te végül is akkor a kezedbe kaptál egy gitárt, vagy kezedbe vettél egy gitárt, vagy ez mert, ha jól tudom, először gitározással kezdted hát igen, ezt a pályát. Igen, a kollégiumban ott valakinek volt gitárja, és akkor, mivel hogy apukám asztalos volt, akkor még megvolt a műhely. Na most, ha azt fogod mondani, hogy te csináltál egy gitárt, akkor azért nem. Nem egyet, hanem hát úgy életem során, vagy hát tízet körülbelül. Tíz gitárt? Igen, és akkor nyári kinek? Szünetben. Várj, kinek csináltad először? Magamnak. Hát magamnak. Mert az első 9 nem sikerült, és azért, nem, vagy mindegyik jó? Hát ugyanakkor is ábrándoztunk arról, hogy van ilyen gitár, meg olyan gitár, meg olyan gitár, van ilyen forma, és akkor most akkor vegyünk egy Stratocaster, vagy egy Telecaster, vagy egy Les Paul formát. Nem akusztikus gitárt készítettél, hanem... Egy volt olyan is, akusztikus gitár. Mert azért az már egy komoly munka, nem? Tehát az teljesen más. Hát az igen, az. Igen, tehát akkor nem csak én, hát nyári szünetben, amikor mentünk szeptemberben, mindenki hozta, hogy nyáron mi voltunk ott, hogy 5-6. De bocsánat, ez egy szakma, egy hangszerkészítés. Te miből tanultad te a gitárt? Volt annak idején egy olyan újság, hogy Ezermester újság. Volt, az havonta megjelent, és abban nagyon sok minden benne volt, hogy mit, hogy lehet csinálni. Többek között gitárkészítés is, erősítőt hogy lehet csinálni, hogy lehet az elektromos gitárra a hangszedőt megtekercseni. Hazavittél egy Ezermester újságot, és elővetted a megfelelő anyagokat. Gyakorlatilag igen. És gitárt gyártottál. Igen. Meg is szólalt?
Meg is szólalt. Jól szólalt. Nem az később koncert, ha jól értem, de nem ez. Van kettő, amikkel koncerteztünk is már a középiskola után. De ebből most kérdezzenek a közönségre. Tehát ők mit hallottak ebből? Az a kettő, amíg megszólalt koncerten, a mai napig megvan, otthon van az alaksoromban, a próbateremben kiakasztva a falra. Komolyan? Igen, és van még egy, amivel nem koncerteztünk, de úgyhogy még három gitárom van, amit... Tehát nyugodtan büszke lehetsz erre, hogy olyan gitárt is tudtál, annélkül, hogy tanultad volna készíteni, amivel koncertezni is lehetett. Igen. Látta ezt valaki más, aki mondjuk kicsit hivatásosabban foglalkozott a zenével, hogy megnézte ezt a gitárodat, vagy nem mutattad meg senkinek? Hogy ezt mondjuk messzerűen az ugyanúgy néz ki, mint egy gyári gitár, mert ugyanúgy le van festve, ugyanúgy szép a formája, meg megvan a szépen csinálva. Csak nem a márkája. Meg akkor még nem tudtuk, hogy rózsafának kéne lenni a fogólapnak, meg hogy még fa nem hajlik, meg a testnek milyen, akkor nem tudtuk meg hogy a gitár nyakába egy merevítőpálcát is célszerű beletenni, mert különben hajlik. Ezt alaposan megtudtad ezt a részét most már. Tehát most már egy jobb gitárt tudnál készíteni? Igen. De eszedbe nem jut? Nem. Nem. De te hiába basszusgitárosként keveredtél egy zenekarban, mégiscsak dobos lettél aztán, de dobot ugye nem te készítetted. Nem. Az miért nem? Az már bonyolultabb. Na, most lehet, hogy kacagni fogsz, de... Van egy félkész, elkészített üvegdobom, plexiből van hajlítva. Meg van hajlítva, rajta van a dobbőr, csak fel kéne ezeket a kis szerelvényeket rárakni, a lábakat, meg feszítőket. Tehát úgyhogy készül a dob. Csak mint a luca széke. Hány éve készül ez? Három. Ott csak, hát akkor végül is abból még lesz dob. Ha nekiállnánk, menne az hamar. Így van. Jó. Na. Ott vagyunk, akkor most majd visszatérünk erre a zenei pályára, de fussunk már végig az életed egyéb állomásain. Tehát visszatérünk Nyírbátorba, elhelyezkedtél a Cseppel műveknél, ott lettél gyártástechnológus, ugye? Hogyha jól rémlik nekem, művezető, majd üzletkötő. Igen. Így lett a pályád 16 év, és 16 év után nagy ő, ez így történt. Jól érezted magad a Cseppelben egyébként? Igen. Ott egyértelműen jól éreztem magam. Minden posztban. Aha. Volt itt egy vendég előtted, nem olyan nagyon régen, aki itt van mögöttünk most. Ő is a Cseppel művekben dolgozott, ő is nagyon jól érezte magát ott. Hát azt mondta, hogy jó közösség volt ott, főleg, és rengeteg fiatal. Pont, fiatalok voltunk, és jó gyár volt, fogékony volt a vezetés minden ötletre, minden újdonságra. Most ilyeneket, hogy akkor is itt van tényleg az a fiatalember, fotólabort rendeztek be nekünk, meg bármi ötletünk volt ott, meg tudtuk. Bármint a szabadidős dolgokat is meg tudtuk valósítani. És akkor miért nem onnan készülsz nyugdíjba? Mert most ugye hát 92 óta te nem a Cseppelben vagy. Hát akkor már nagyon osztott. Tehát akkor... Szóval akkor már beindult a privatizáció, és akkor először felezték a létszámot, utána stb. És akkor voltak terveim, menjünk vissza egy kicsit korábbanra, még a Cseppeles időkre. Én 1983-tól mellékfoglalkozásom is volt. Ki akartam erre térni? Ja, és ugye akkor hát ugye egyensúlyban ment már gyakorlatilag a mellékfoglalkozás, meg a Cseppeles. Tehát ez a kulcsmásoló kisiparos voltál, vagy? Igen, kisiparos plusz itt a Cseppel. Ez a kettő ment együtt, és ez nyilván egyébként pénzkereseti. És akkor 92 körül már nagyon látszott, hogy ez a gyár teljesen le fog nullázni gyakorlatilag abban a formában. Mármint téged? Nem, hanem úgy maga az egész gyár. Igen. Megáll. Mert bármit, szóval végén nem tudom hány évig üzletkötő voltam, és bármit csináltunk, bármilyen munkát hoztunk, semmiből nem lett szinte semmi. Valahogy nekünk úgy tűnt, hogy az egész halálra van ítélve. Hogy annak idején mondták, hogy egy Mercedest könnyebb csinálni a semmiből, mint egy Trabantból. És hát akkor magyarul a Trabantot meg kellett szüntetni a semmire, hogy utána tudjanak bármit. És utána abban a formában nem is ment, hát ugye több részre szakadt. Állj meg egy picit, ez a
Akkori üzletkötői feladatodat az hogy kell elképzelni? Tehát mi volt a dolgod? Azt úgy, hogy megkerestük a külkereskedő cégeket, a gépipari jellegű, ahol csak munkát reméltünk, és akkor beültünk az autóba hajnalba, egy barna Ladába, és akkor volt olyan nap, hogy Budapesten 13 helyen is voltunk, hogy munkát keressünk. Ugye én műszaki ember voltam, nagyon jó szakrajz ismeretem volt, van, és magyarul, ha én kiterítettek egy rajzot, akkor ott pár percen belül el tudtam dönteni, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni, nem tudjuk megcsinálni, érdemes vele foglalkozni, vagy nem. Uh-huh. És akkor ezeket hazahoztuk, itt nekiállt az összes többi műszaki stáb, és akkor kell nekünk, nem kell nekünk ez a munka, lesz belőle, nem lesz belőle. És akkor ebből volt az, hogy baromi kevésre mondták azt, hogy igen. Még ami beindult, az is megállt. Nem tudom, hogy miért, nem lehetett már fenntartani. Uh-huh. Legalábbis mi nem tudtuk. És akkor én azt mondtam 92-ben, hogy én megyek. Uh-huh. Nem várom meg a végjátékot, hogy a végső vajúdást. De azért mertél eljönni egyébként nyilván ez is, mert hogy közben azért a magánvállalkozásod az működött valamilyen szinten. Abban jobban bíztam. Igen. Aha. És az bejött egyébként? Hát ez teljesen bejött. Igen. Azt meg ugye csináltad, mert 92-2008-2009-ig? Hoztam 2009-ig, igen. 2009-ig. De az már nem csak sima kulcsmásolás volt, igen, hanem ettől azért jóval több volt. Hát szóval valamikor az első kulcsmásoló gépemet is saját kezüleg készítettem el, és akkor ezt a kulcsmásoló gép... Ez egy bonyolult eszköz egyébként? Nem. Ez... Én sem tudtam ott 1983-ban, hogy milyen egy kulcsmásológép. Egy újsághirdetésre elmentem Máté Szalkára, hogy kulcsmásológépet, igen, hirdetnek, és így, hogy milyen lehet egy kulcsmásológép. És megnéztem, és hazafele autóval voltunk, már én rajzoltam, már terveztem, az elveket ugye megértettem. Ez elkészült, és akkor utána mindegy, hogy de már azt te gyártottad le? Azt igen. A igen. Saját kulcsmásológép. Igen. Igen. Aha. És utána ezt... Hát átmódosítottam olyan ilyen ipari formát, ipari kivitelre, hogy eladható legyen. Tehát már, ha kitesszük egy üzletbe, ott már ne tudjon belekötni se a munkavédelem, se a... Uh-huh. Na és akkor egyébként az üzletkötői évek azok abban segítettek, hogy kell ezt a marketinget meg... Világos, megoldani. Ezt tanultad meg. Igen, és akkor most végre egyszer saját magad marketinget. Igen, és akkor tudtam, hogy gondolkodjunk a másik fejével, ha én ezt lépem az üzletbe, ő mit fog rálépni, utána én akkor így megvoltak előre a lépések, és ez nagyon-nagyon jól bejött. És akkor volt igény, tehát sokan akartak kulcsmásolásban megélni? Én az értékesítésnek azt a formáját választottam, hogy Budapesten volt 3-4-5-6 cég, aki a kulcsmásolókat szolgálta ki. Na most abban az időben Debrecenben 52 kulcsmásoló volt. A Piac utcán volt 15. Komolyan a pályaudvartól a Unió áruházig. Azt igen. Szóval nagyon-nagyon, nem hiszi ezt az ember, de ugyanakkor ez átadták... Ez egy virágzó igen. Amikor ott átadtak egy, most mondjuk egy Havanna lakótelepet Budapesten, igen, oda számoljuk meg, hogy hány kulcsot kellett csak a lépcsőházakhoz másolni. Igen. Most már sajnos ilyen kódos kártyás rendszer van, és akkor... De addig ez nagyon klassz volt, amíg nem. Igen, úgyhogy nagyon, és akkor... Ezek megtaláltam már korábban ezeket a kulcsmásolókat kiszolgáló üzleteket, és én oda betettem a gépeimet, és ők árulták. A mai napig hárommal kapcsolatban vagyok, nem mint kulcsmásoló gép ügyben, hanem más ügyben, pont ma is beszéltem, hogy igen. És ez egy sikeres üzlet volt? Igen, nagyon. Hihetetlen, ez egy halott ötletnek tűnt, hogy gyártsunk kulcsmásológépet, igen, és akkor nekik kapcsolatuk volt külföldiekkel is. Most Kenyában van kulcsmásológépem. Van olyan afrikai ország, hogy Benin, ott, aha, is van kulcsmásológépem. Ez őrül. És akkor így... Ezt még mind kisvállalkozásként otthon, ezt igen, te gyártottad le? Gyakorlatilag igen. Beszereztem a gépeket hozzá, és akkor otthon a műhelyben
az egyórás híreket, az éjjeli híreket gyakran a műhelyben hallgattam meg. Fiatal voltunk, bírtuk, bírtam a gyűlődést. Megérte. Ebből lehetett, meg lehetett élni. Akkor, hát meg, igen, meg tudtam. Mint oly sokakat, akkor a kulcsmásolást is a 2008-2009-es válság nyomta víz alá, vagy mi? Hát vagy mit hirtelen a gép rendelési állomány két év alatt szinte lenullázódott. Mondom, teljesen... Semmi előjele nem volt? Hogy... Hát nem. Nem. A... Évi hány gépet tudtál leladni addig? Na most ez bár már kifutott, már nem kell elszámolnom vele. Igen. De ott a, ez az adótitok. De ott, a, ott azokban az években, az utolsó három évre emlékszem, amikor lement, így volt, hogy 136, 52, 13, ó, utána 0. 136-ról ment a 13-ra igen, két ilyen, éves szinten ilyen gépeket. Hetente két és fél gép ment. Aha, az kemény. Sokat kellett dolgozni. Az egy jó meló. Hát és azért mondom, így erre emlékszem ezekre a számokra, így lement három év alatt, és 13 gépért, utána meg a három vagy a nulla gépért nem szabad kint tartani egy vállalkozást. Nyilván. Másban nem. Hát oké, jó. Tehát akkor 2009 újra kell gondolni az embernek az életét, hát akkor már vagy mennyi? 51 éves. Hát kb. Annyi lehettél. Ha 58-ra születek, akkor nagyjából 51 éves lehettél. 51 évesen megint újra gombolni a kabátot. Mihez kezdtél? Akkor is elmentem munkanélkülinek, mint a Csepel után, és kerestünk... Csak akkor valóságos munkanélkülinek, nem? Mert a Csepel után nem volt az igazi munkanélkül, mert akkor a kisvállalkozó... Hát akkor nagyon sokat mentem. Azért mondom. Tehát az ott... De itt most valóságos munkanélkül? Ez valóságos volt, kerestünk a munkaügyi központon keresztül egy olyan jó hosszú tanfolyamot, ahol angolt lehetett tanulni, és akkor így Nyíregyháza, egy OK és tanfolyam, angol meg logisztika volt mellette. A logisztika nem számított, ha jól értem. Érdekes az volt. Angol számított. Érdekes volt az is, mert sok új dolog volt. És használsz abból valamit? A logisztikából nem. Semmit. Nem. Bár van róla papírod. Igen. Tehát logisztikus vagy. Igen. Aha. És az angol, azt hogy sikerült? Hát ott... Nyelvvizsgát kellett tenni? Igen, a nyelvvizsgát kellett, nem, alapfokot. Alapfokot kellett? Alapfokot, igen. És hát ott is már az idősebbek között voltam természetesen, annyi évemmel. És emlékszem, amikor megkérdezték, hogy miért akarok angolt tanulni, az volt a válasz, hogyha egy Beatles nótát viszonylag jó kiejtéssel el tudok énekelni, akkor nekem már megéri, hogy... Ja, most akkor az a rémít ez bennünket, hogy te énekelsz is. Persze. Jó, ez most csak egy gyenge vicc volt. Tehát ezért kellett neked az angol. Addig nem tanultál angolul? És akkor bikva nyelven énekeltél? Igen, ilyen holland zsenyelven. Tehát fogalmad nem volt, hogy mit énekelsz? Igen. De próbáltál úgy tenni, mintha angolul énekelnél. Igen, ráadásul amikor próbáltuk lefordítgatni réges-régen ezeket az angol daloknak a szövegét, hát olyannok jöttek ki, hogy jobb, ha nem tudjuk, hogy miről szól. A Lady Madonnát is énekelted? Azt nem. Pedig az egy elég egyszerű. Igen, meg lendületes. Igen, hogy... Felírom a rövőt. Hát az egy... Hát ráadásul... Na így jönnek egyébként, látod, így jönnek az ötletek, hogy mit játszunk, feléjük, utána most már roppant egyszerű, mert rákeresünk a neten, azonnal ott van a kottája, meg vannak a gitárakkordjai, a dallam a fülünkben van, szöveg le van írva, és akkor... És akkor na, így játszunk, azért mondom, én nem tudom, hogy tudok-e gitározni, így tanulunk meg dalokat. Jó, hogy te tudsz-e gitározni, vagy dobolni, hogy te nem tudod, az a kisebbik baj, a közönségnek mi a véleménye. Az a lényeg. Ha ők azt gondolják, hogy az, amit te művesz, az dobolás vagy gitározás, akkor nincs semmi gond. Mindegy, hogy te mit gondolsz, nem? Mert fordítva is igaz lehet, hogy te azt mondod, hogy milyen kiválóan gitározás közönség elmenekül. Hát amíg hívnak, meg addig amíg, nem lehet ilyen baj. Erről beszélünk én. Jó, tehát akkor megtanultál valamilyen szinten angolul. Ezt nem csak gondolom, nem csak az énekben használod, hanem azért csak kimentetek egyszer-egyszer külföldre is, gondolom. Természetesen voltunk, igen. Merre jártatok amúgy a világban?
Mi megcéloztuk egy idő, szóval amíg a gyerekek kicsik voltak, na, már akkor, addig mindig tengerpartra kellett menni. Itt most beleszaladtunk ebbe, de akkor, te 80, mikor, 83-ban nősültél? Igen. Akkor nősültél. Azt is tudom, hogy végre akkoriban azelőtt lett időd arra igazán, hogy megismerd az utcában élő, egyébként is ott élő, most már sok éve feleséged, hát ugye 80... az mennyi? 37 éve a feleségedet. Feleségedet megismert, aki ott akott is, hogy lett időd udvarolni neki egy kicsit. Azelőtt nem láttad őt? Hogy de. Az őt nem tetszett annyira hát, még? De. Csak hát mondjuk neki is meg kellett nőni, mert... neki is elő kellett jönni a tanulmányaiból, meg nekem is le kellett szerelni a katonaságból, és akkor utána amikor minden... És akkor, a csillagzat úgy élt akkor? És, hát akkor ismeri fel az ember a csiszolatlan gyémántot, hogy itt van mellettem, életem szerelme. Hát ha 37 éve sikerült ez, akkor úgy rendben is van. És akkor itt építkezni is kezdtünk, ugye? Igen, és akkor el is kezdtünk építkezni. Na és akkor születtek a gyerekek, igen. Ugye két gyereked, lányod, fiad. Lány, fiú. Igen, és akkor, na akkor most vagyunk ott, hogy akkor külföld. Tehát először akkor tengerpart? Hát a gyerekeknek vízpart kell. Hát most én hiába megyek Rómába műemlékeket nézni, hát a gyerek az nem sokáig bírja azt. Horvát tengerpart vagy a bolgár? Általában oda. De voltunk Bulgáriában is, de Horvátnál, Görögország természetesen. De ez nem motorozás volt, hanem ez a kocsi. Nem, ez autósok voltak ezek. Volt horvát tengerpart motorral is, csak hát értem szerint család nélkül. Akkor még ketten voltatok, vagy nem? Nem, az csak... már utána volt. Aha, tehát akkor te motoroztál. Azért mondom, az én életemben mindig visszajönnek a zene, meg ez a rock and roll, meg a zene, meg a motor, meg a... És akkor ilyen periódusszerűen vissza-vissza köszönnek. És lényeg, miután a gyerekek már saját maguk mennek nyaralni, meg oda, hova ők akarnak, akkor mi elterveztük a nejemmel, hogy meglátogatjuk minden európai fővárost. És akkor... Mindegyiket? Hát még mindegyikben nem voltunk, de most... Mennyi, ami hátra van még? A fővárosok. Jó, hát mondjuk közül. Albániában, de még lehet oda is elmegyek, Tiranába, igen, nagyon. Van még. Mondjuk a felén túl vagytok legalább? Azonban túl vagyunk. Hát a klasszikusok, London, Róma. Hát nyilván a legnagyobbak, legismertebbek. Brüsszel, ezek Berlin, ezek megvoltak. De azért jönnek a többiek is. És igen. Csak úgy látogatás miatt Budapesten voltatok már? Tehát nem munka, nagyon, más? Nagyon sokat voltunk Budapesten. Tehát csak azért... hogy Budapest kedvéért vagyunk Budapest. Igen, igen. Jó, meg... azért kérdeztem óvatosan, mert mondom, annyi főváros van szert a világon, de azért van egy magyar főváros is. Tehát ott, meg nagyon szeretjük Magyarországnak is mondjuk az idén még nem, de tavaly is ismét Visegrád, Esztergom, Nagymaros, Szentendre, stb. És akkor, de... végig. Egy időben az is, jó, azok kis rövidebb, hosszú hétvégig ilyen kastélytúrákat csináltunk, Festet is, Grassalkov is, akkor, de az egy hosszú hétvégébe belefér. Na most mondd, és akkor itt bejött a tenni angol nyelvtudásod? Akkor nagyon jó haladtam, nagyon jó sikerült, csak mi vagy nem használom, mert Nyírbátorban mire használjam? Hát énekelni a Lady Madonnát. Úgy igen, hát, na úgy annyira igen. Úgyhogy ez így kopik. Világos, persze, hogy az ember használja, akkor kopik. Jó. Te nősülni, ugye a katonaság után nősültél. Igen. De te nem is katona voltál, most úgy teszem, hanem határőr. Én határőr voltam, igen. Ráadásul, na most mondjam úgy, hogy mázlista, vagy pekes módra, Nyírbátorban voltál határőr. Hogy lett ez? A testvérem ugye másfél éve idősebb, és elvitték Kalocsára. Na most akkor Kalocsa nem volt ilyen szép nagy város, mint ez, akkor ott két pár vasúti sín ment, és gyakorlatilag ott véget is ért. Uh-huh. Hát meg innen nézve a világ vége. Meg a közlekedés is rémes. És ugye anyukám átment a szemben lévő szomszédba, ahol éppen a járási pártitkár lakott. Ugye a két anyuka nagyon jó mindennapos sütésfőzéses kapcsolatban voltak. És akkor ott hát sírt, hogy Lalit, a testvéremet, hogy elvitték. És akkor Kovács bácsi azt mondta, hogy hát miért nem tetszik szólni, nekem ez csak egy telefon.
Na és amikor megjött a papír, hogy most akkor nekem is menni kell katonának, akkor átmentem, és mondtam, hogy ez van, azt mondja, jó, elintézem. Hát én úgy gondoltam, hogy való Nyíregyházán vagy Debrecenben elvakargatom ott a fülemtövét. Aha. Hát erre, amikor megjött a behívó, hogy Nyírbátor, határőrség, gladiátor, képző, kemény hely. Tényleg rossz az hely. Volt, hát az volt. És akkor te szívtál másfél nem. évet? Nem. 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 Nem, mert nem teljesen kemény volt, de nem bántottak ott minket. Ott az én önérzetemben soha nem gázolt senki, és én sem utána. És mi voltál a határőrség? Hát kiképzőtisztes. Mi hordtuk a gyerekeket a gyakorlótérre, ugyanúgy fedeltünk. Tehát előbb-utóbb kaptál egy csillagot, igen, előbb, igen. És onnantól kezdve kiképző. Igen, és ugyanúgy mentünk, mínusz 20 fokok is voltak akkor meg. És te úgy gondolsz, hogy gondolsz vissza, mert ugye itt mindig azt halljuk, hogy elvesztegetett másfél év az ember életében, vagy két év ki mennyi ideig volt katona, te? Hát most kötelező volt, meg kellett csinálni. Hát most elvesztegetett. Nincs pozitívuma, meg nincs negatívuma sem? Nem tudom. Semmi különös. Hát, téged nem formált, tehát nem változtatott meg egyáltalán. Nem. Uh-huh. Jó. Ezt is letudtuk, voltál katona is. Vagyis pontosabban határőr, mert egy határőr az kikéri magának, nem katona, hanem határőr is voltál. Jó, ezzel be is fejezted gondolom a fegyveres erőkkel az összes kapcsolatot. Ez érdekes, igen, befejeztem. Egy év múlva ugye tartalékos állományba helyeztek, be is hívtak egyszer egy hétre, és nekem a tartalékos ruhám a mai napig kint van. Egy lommal több. Ott felejtették nálad? Valószínű. Van páncélsisakom, van ilyen növekedésgátlóm, vannak, meg úgy van a málhazsák, és akkor ráadásul én nem is építkeztem a katonaruhában, nem, neked ott mindenem van. Megvan. Megvan. Igen, a téli ruha, ugye aki volt katona, az tudja, hogy mik ezek, mikádó, hát, meg figyelj, ezt most nem meghallgatja tudom. Tanyi Kiuska, majd és be fog jelentkezni nálad, hogy a múzeumnak ez... Lehet ott fog kikötni, de az is lehet, hogy a jó fogásra felteszem. Hát az lehet, hogy... vannak ilyen gyűjtők, hát ezt nem lehet tudni. Jó fogáson simán el lehet poszt. Hát mondjuk egy acélsisakot eladni, azt szerintem az... Biztos van egy suranó is benne. Az is van természetesen. Hát mondjuk hány éves az a suranó már? Kibír az mindent. Kibír, jó, oké. Okay. Jó. Na, zenekar, legyen már, mert most már az engem érdekel. Tehát tudjuk, Debrecen, kollégium, rock, akkoriban hazajöttök, gitárt gyártottok, és valamilyen módon hallás után megtanultok pengetni, gitározni. Kész. Úgy gondoljátok, hogy ez már színpad érett ez a történet, és az ember. És akkor egyszer csak itthon, Nyírbátorban belebotlasz egy zenekarba, vagy alakítasz egy zenekart? Nem, belebotlottam. Pontosan ők botlottak én belém. Mert épp basszusgitárost kerestek, és akkor valahonnan meghallották, hogy nekem van ilyen ambícióm, és akkor... Tényleg basszusgitáros ambíciód akkor... volt? Vagy gitáros? És akkor, ha basszusgitáros kell, akkor én basszusgitáros vagyok, kész. Akkor még nem nagyon tudtam gitározni, és a basszusgitár az ugye ott az egyszerűbbnek tűnt. Tehát elhoptad magad, kész, simán. Meg a basszusgitár mellett talán akkor úgy gondoltam, hogy könnyebb énekelni, mint gitározni is, meg énekelni is, mert az csak egy nagyobb... De mindenáron akartál énekelni? Hát kellett. Mert hogy énekes, gitáros kereste? Akkor nem úgy volt, hogy kiálltunk, és akkor egy fél órás vagy egy másfél órás koncert, akkor még mentek ezek a bálok. El kellett kezdeni fél nyolckor, és akkor hajnali háromkor, négykor hagytuk abba. Ott azért kellett produkció is, meg ott másképp kellett szedni a levegőt, mint egy fél órás koncertnél. Az biztos, igen. Ott ki kellett tartani. Mert hogy ezeket a zenekarokat, mint például a tiéd is, bálokra is meghívta? Igen. Tehát végignyomtátok a bál. Végig, igen. Aha. És azzal lehetett normálisan keresni amúgy? Most, a Csepelhez képest igen. Csak hát ugye bál általában a hétvégén volt. Igen, hát... Mondjuk ott egy bál után mondjuk egy egyheti Csepeles fizetést a kezünkben nyomtunk. Mennyi ideig tartott a te énekes gitárosi pályafutásra? Szóval mikor kötötték ki egy ilyen hátrébb a színpadon? Addig, amíg el nem vitték a dobost katonának.
Ugye mindig ez volt a bajunk, hogy valakit mindig elvittek katonának. Világos. És akkor elvitték a dobosunkat katonának, viszont leszerelt a régi basszusgitáros. Hát akkor Bélának hely kellene a zenekarnak. És akkor addig is mindig a próbák után odaültem a dob mögé, ott csörömpölgettem. Tényleg? És akkor jött a döntés, hogy na akkor mi lenne, ha most akkor én beülnék a dob mögé, és akkor így folytattuk tovább. Ez egy klasszikus felállású zenekar volt? Tehát három gitár, egy dob? Vagy... Három gitár, egy dob. Tehát igen, ez a tipikus. Igen, akkor még ez úgy így indult. Aha. És akkor bejöttél hátra, és kész, minden további nélkül? Hát otthon utána, érezted utána, magad? Igen. Tényleg? Nem azonnal, hát azért ott meg kellett tanulni bizonyos lábtempókat. Meg, melyik a nehezebb? A gitár vagy a dob? Hát szerintem a gitár sokkal nehezebb. Zeneileg egy basszusgitár több, mint egy dob, nem hiszem. Hát a basszusgitár gyakorlatilag az is egy ritmus hangszer. Igen. A basszusgitárnak ugye a klasszikus formában azt kell játszani, amit a láb dob üt. Az ugyanarra a ritmusra kell húzni. Ja, értem. Aha. És magyarul az egy ritmus hangszer is, sőt egy nagyon fontos hangszer, ami természetesen még adja a zenei de alapot. De hát valójában a dob az sokkal jobban rányomja a bélyegét adott esetben egy zenekar hangzására, nem? Hát a ritmusra. Aha. De a hangzásra ugye... De te az a fajta dobos vagy, aki szólókat is nyom? Azért? Van, minden koncerten van szóló. Szeret szóló? Nem szeretek szólózni, mert az csak improvizálás. Két egyforma dolog nincsen. Na de hát azt szerintem a szenzációs lehet, nem? Amikor eldurran az ember agya, nem? De, hát annyira nem szeretem. Nem? Szerény vagy. És akkor miért van minden koncerten szóló? Hát mert vannak olyan dalok, amik megköveteli a basszus szólót, vannak mondjuk egy Johnny B. Good. Abba beleteszünk egy gitárszólót, egy dobszólót, egy basszus gitárszólót, és akkor egy gitárpárbajt, amikor a basszus gitáros meg a szóló gitáros csinálnak egy. Értem. Ez már a végén szokott lenni, amikor a hangulatot emeljük. Hány évig boldogítottátok a közönséget, őt az első nekifutással? Amíg el nem vittek katonának. Tehát ez 81. 81, igen. Tehát ez 76 és 81 között volt a zenekar. Hát igen, végül is. Viszont akkor már a vége fele elkezdett minket kiszorítani a diszkókorszak. Mert ha ment egy diszkós, akkor az azonnal lehet, hogy jobb minőségben, mert azért mind gerjedtünk. Meg hát a slágereket nyomtuk. Meg a friss slágereket azonnal tudta nyomni, mire mi meg megtanultuk. Meg akkor jött már ez a diszkózene, akkor jött be a Boney M, ez a Bombay Dance-ben. Igen, és akkor ezek a zenekarok, akkor szerintem minden zenekar a háttérbe szorult, legalábbis meg is szűnt. Hát engem is vittek katonának. Uh-huh. Így aztán, amikor leszereltem, zene már nem volt. Zenekar már nekem nem volt több. Értem. Tehát ez egy kész, elszállt. Igen. Elszállt, értem. Jó pár évre? Mennyire? Hát de nem is lett volna idő, mert ugye jött a nősülés, jött az építkezés, jöttek a gyerekek, azért ott kellett lenni, és akkor hát ez jó pár évre elszállt. Ez mennyi? 20-30? Hát most számoljuk. Mikor alakultatok? 2013-ban. 2013. Igen. Hát egy 82, 30 év. Durván 30 év. 30 év. Az, hogy 30 év után újra alakul egy zenekar, az nem feltétlenül szokványos. Mert nem egy világhírű zenekarról van szó, akik azt mondják, hogy lehúzunk még pár milliót, mert a ti esetetekben erről nem lehet beszélni. Minek köszönhető, hogy 30 év után? Most nem tudom, egyszer úgy álmodtatok, és reggel úgy ébredtetek, hogy akkor most alakítsuk újra az Atemet. Hanem Debrecenben a Virágkarneválon volt egy virágkocsi, ami az volt a címe, hogy a debreceni rockzene 50 éves, és akkor ott mentek a debreceni régi rockzenészek, a Pikós Anyi, a Lámer Emil, Tikász, Makranci Béla, akik amikor középiskolás voltam, akiknek a bulijukra jártunk. Aha. És hazafele az én feleségem, mert ugye mindent a feleségek találnak ki, mi csak asszisztálunk hozzá, azt kérdezi a feleségem, hogy mondja, hogy hát nektek is volt zenekar, mert akkor ő még engem nem ismert, amikor zenéltünk. A zenekar. Igen. Igen, volt zenekarunk, és hogy hány zenekar volt Nyírbátorban. Hát gyorsan elkezdtem sorolni. És hány akiket zenekar volt? Hát, mint kiderült, sokkal több. És akkor én a kulturális központban dolgoztam, és akkor mondja a nejem, hogy nem lehet ezeket összeszedni.
és akkor itt megpedzettem, hogy lenne egy ilyen ötletem, nekiálltunk, és ugyanabban az évben, november végén 11 zenekar állt a színpadon. 2013-ban nyáron voltatok Debrecenben, augusztus 20-án a világ, novemberben már itt 11 zenekar. 11 zenekar. Az nagyon rugalmas volt itt mindenki. Hogy beüzemeltük a Dózsa Gyuri az MHSS próbatermet, összeszedtük az erősítőket, kinek mi van, kölcsöngitárokat, kinek milyen volt. És a berozsdásodott dobverők meg... Mindenkinek újak. Jutott 20 perc muzsika, és azt a 20 percet mindenki kikinozta magából. Hát itt tényleg, hát nálunk sok még idősebbek is voltak. Na és a közönség hogy vette ezt? Hát ez kétszeres teltház volt. Mondjuk nem volt belépődi, hát de az esti 6 órásnál azonnal regisztrálni kellett, azonnal másfél napon belül teltház lett, és akkor az másnap nem lehetett megoldani, meg másnap az már nem olyan, és aznap csináltunk egy 2 órakor egy ilyen matiné, egy ilyen nulladik és az előadást. Is tele volt? Az is tele volt. Teljesen. És ki volt a közönség? A ti korosztályotok? A mi korosztályunk jöttek. Hát végülis a mostani fiatalok is felléptek ott, mert végülis az összezenekart összeszedtük. Tehát akkor mindenféle korosztály volt, igen, ezen szerintem, igen, közönségben. Igen. De nem csak hozzátartozók, ugye? Nem. Hát jöttek a barátok, tehát, meg a régi. Jó. Tehát volt siker, rendben van. Hát, teljesen, ja. Népünnepély volt. Hát az ember most azt gondolná, hogy ha ez egy ekkora siker, akkor ebből hagyományt lehet teremteni, de hát én pár éve itt vagyok, és nincs ilyen. Miért akkor, nincs? Akkor ugye összeszedték magukat régi zenekarok is, következő évben próbáltuk újra megcsinálni, akkor 3 zenekarral megcsináltuk, a többiek nem álltak már fel. Tehát egy bulira jók volt. Igen, és utána a következő évben meg már ezt sem tudtuk megcsinálni, hanem itt akkor még itt a Klub 68-as kis szórakozóhely volt, itt csináltunk egy filmvetítéses estet, ahol mi a zenekarunkkal felálltunk, muzsikáltunk, meg még azt hiszem, hogy a Usztics Pepe, ő is azt hiszem feljött gitározni. Na de ezek szerint akkor ez az apropó jó volt arra, hogy a zenekar ismét összeálljon, és meg is maradt. És mi együtt maradtunk, igen. Igen. Örömzenélésre, vagy azért, mert volt rá igény? Is. Ugye a magunk szórakoztatása néha örömzene, néha kín, mert azért ott elég nyugosak vagyunk már így 60 fölött. És hát ez a mindenhol fáj, mielőtt fellépünk. És hát kerestünk fellépési lehetőségeket, mert vannak még, szépen csendesen. Még mindig ti keresitek a fellépési lehetőséget, vagy már titeket keresik? Már vannak hagyományos, ahova hívnak, de keresünk folyamatosan az újakat. Nem akarok a zsebedben turkálni, de pénzt is tudok ezzel keresni? Néha igen. Tehát előfordul. Igen, előfordul. És azt elmondtad itt már közvetlenül az elején a műsornak, hogy szélesedik a repertoár rendesen, tehát egyre több. Most megbeszéltük, ugye Lady Madonnát is fogom hallani, mert tőled. Te énekelsz továbbra is? Most többféle verzió van. Aha. Azért, is ki tudok térni. Azért, mert időközön változik az ember hangja, vagy azért, mert mások is úgy érzik, hogy hát így ők is tudnak énekelni. Na, ez persze egy rossz tréfa volt. Szóval nyilván, hogy mások más műfajt énekelnek másképpen, mint te. Meg szétosztjuk, hogy ki mit énekel. Hát fárasztó, és amikor összerakjuk a dalokat, akkor is szoktuk mondani, ezt vegyük már ki innen, mert én már most a harmadikat énekelem, és akkor nehogy elfáradjon. Milyen hosszú egy műsorotok? Itt is többféle van, mert van egy fél órás koncert, most például karácsonykor azt hiszem kétszer fél órát kellett zenélni. Na de a tavalyi strand nyitón másfél órát kellett muzsikálni. A legalábbis ennyire volt a felkérés. És a közönség hogy veszi? Hát azért a... Változó. Hogy is mondjam, a taták vannak a színpadon, akárhogy is nézzük. Hát ha már ott van, a akkor... A 40 éves billentyűs kivételével. Hát én úgy tapasztalom, hogy ha már ott van a közönség és hallja, akkor tetszik.
Na de, de hát a tatákat már elég nehéz megmozdítani. Itt is például az, hogy mikorra tegyük a koncertet, különösen nyáron. 6 órakor még nagyon sőt, nagyon világos van, nagyon meleg van. 7-8 órakor meg már otthon vannak pizsamában a taták. Meg már nem mozd, meg az unokázik. 13 után pedig már éppen délelni szeretne. Tehát az elég kötött ez az idő. De egyébként a fiatalok sem sokkal különbek. Nem? Ott is olyan borotva élet táncol a közönség szervezése, hogy... Mond ilyen rock találkozókra jártok azért, vagy... Meddig menjünk vissza ismét az időben? Hát ez... Na, a lényeg, hogy amikor beindult a második vállalkozás, akkor jött az ötlet, azt hiszem 99-ben, hogy ismét vásároljunk motort. Akkor, és akkor már bele voltam szerelmesedve egy csodaszép japán masinába, és vettem egy vadonat új Yamaha virágó motort, egy gyönyörű szép színűt, és akkor itt... Ez egy túramotor? Ez egy chopper, egy kis chopperke. Aha. És a 535 köbcentis volt. Egy személy. Nem, két személy. Feleséget is, vagy? Igen. Igen? És akkor itt kialakult egy olyan jó kis motoros csapat, hogy járogat, szóval akkor valahogy megint úgy élett a világ, és elkezdtünk járni ezekre a motoros találkozókra. Először csak elkezdtük, hogy menjünk el Sirokra, menjünk el mint a Földesre, meg ide-oda-moda, a nagyokra, és utána rájöttünk, hogy van Törökszent Miklóson is, Karcagon is, és akkor minden évben... Csak Magyarországon? Akkor még csak igen, és azért azt ne felejtsük el, hogy Nyírbátorban volt 11 blues fesztivál. És akkor a második vagy a harmadik után megkerestük Dózsa Gyurit, hogy mi járjuk ezeket a motoros találkozókat, ahol általában olyan helyre mentünk, ahol jó zene volt. Tehát ugye akkor újraindult, akkor megint a P-Mobil összeszedte magát, ismét Bill, Deák Bill koncertezett jobbra-balra, jött a Lord, jött a Vörös Pista a prognózissal, Török Ádám bácsi. Igen. És akkor mondtuk Dózsa Gyurinek, hogy fúzionáljunk, szervezzünk a Blues Fesztiválra motoros találkozót. De akkor te a motoros részében voltál érdekelt, nem a zenében. Igen. Uh-huh. És akkor következő évben az így is volt, igaz, akkor nekem volt egy motoros balesetem, és emlékszem, Gyuri pont akkor jött, amikor még mankóztam, de elkezdtük szervezni, és mivel hogy ez strandon volt, mert a kempingben, és igen színvonalas zenei produkció volt azért a Blues Fesztivál, Gyuri mindig ügyelt rá, hogy jó zene legyen, annyira sikeres lett, hogy pillanatok ide kaptak a motorosok, külföldről, mindenhonnan. Mm-hmm. És akkor ez ment, azt hiszem, 8 motoros találkozós blues fesztivál volt. És mi halt ez meg? Akkor kezdték átépíteni a kempinget. Mm-hmm. Akkor jött az újkori. Kiszorultunk, akkor kivittük a blues fesztivált a Rabócsi ringre, Mária Pócsra, és oda valami miatt már nem jött ki a közönség. És akkor, amikor visszajöttünk, akkor itt már többet. Itt már több. Ja, még utána próbáltunk egyet csinálni, de annak már nem volt. Szóval, ha valami elmúlik, az szerintem nagyon nehéz. És ilyen nosztalgia motoros találkozó blues fesztiválról nem jut eszedbe? Nem. Nem? Nem. Ez egy komoly meló. Nagyon, meg most már annyira költségigényes minden. A zenekarok is a... De ez nem lehet megcsinálni. Akkor, és szerintem kicsiként nem lehet megcsinálni, hogy ez jó is legyen. A nagy helyen is gyakorlatilag megszűnnek. Megszűn Debrecenben a motoros találkozó, pedig annak nagyobb a vonzás körzete. Meg őrületes munka kell bele, hogy jöjjön a közönség. És többek közt azért jött a közönség, mert mi is eljártunk ezekre a találkozókra, és akkor ők viszont jöttek. És olyan, gyakorlatilag ez olyan, mint egy család. Olyan barátságok alakultak ki, hogy azóta is tartanak. És mondd, mik a terveid még? Hát most hazamegyek. Jó, igen. Megérdemlem ezért a kérdését, de jó, azért próbáld komolyan. Hát a... Jó, várj, mielőtt kimondanád. Szeged. Azért ezt a Szegedet, ezt gyorsan említsük már meg. Te Szegeden hány dobos között léptél fel? Hát ott 70 dobos volt. És hogy kerültél be ebbe a körbe? Én úgy emlékszem, hogy valamelyik tévén láttam, hogy van egy ilyen kezdeményezés.
Valahol az Alpok alján, ott a Mont Blanc tövében volt egy fensíkon egy ilyen, mi volt annak a Rokin ezer. Ott azt célozták meg ott az ottaniak, hogy ezer zenész zenéjen, vagy meg is valósult egyszerre. Uh-huh. Na, ezt hallottam, és akkor hallottam, hogy a szegediek kezdeményeznek valami. Megfordultak egy fejemben, hogy Nyírt Bátorban. De hát ugye nem tudom. Meg hát, hogy a szegediek már lelőtték a poént, és akkor a szegediek ezt szervezték, és akkor oda bejelentkeztem. És minden további nélkül azt mondták, hogy hát ez nem, hát megvolt, hogy milyen nótákat kell játszani, és azt fel kellett venni, elküldeni, és akkor ott meggyőződtek, hogy valóban, és akkor beválogattak. Aha, beválogattak. Igen, és akkor... És milyen nagy élmény volt? Hát az igen. Tehát most nem csak a részvétel miatt kezdve, a hangzásilag is nagy élmény volt? Az egy döbbenetes dolog volt, ugye ott megérkeztünk, jó még előző nap, másnap 9-től lehetett gyülekezni. Hát szóval először úgy volt, hogy a Tiszaparton lesz, ahol a Halfesztivál szokott lenni, ott az újszegedi oldalon, de a Botka László polgármester úr javaslatára állítólag a Domtérre szervezték. Hát ugye megáll az ember a Domtéren, üresen már van egy patinája, egy hangulata. És akkor elkezdtünk bepakolgatni, mindenki kirakta a dobját, az erősítőjét, a gitárját, mindent, beszélgettünk ezzel, azzal, amazzal, és én azt mondom, olyan fél egy vagy egy óra körül, na akkor most már mindenki helyén van, és akkor kezdődjenek a próbák. És akkor... Volt egy zenekar, gondolom, aki belőtte. Volt egy donózenekar, de ugye először akkor nézzük meg, hogy szólnak a dobosok. Na, amikor ott 70 dobos rázendített, mondjuk a tankcsapda, nem tudom, még nótájára, hogy ott miért nem borult össze a dom, nem tudom, utána meg jött a többi, és akkor volt egy... Összesen hány zenész lépett akkor? Majdnem 400, 395 az énekesekkel együtt. Szóval annyi és ez egyszerre szólt? Igen. És egyszerre is élvezhető volt? Igen. Hát a felvételek megvannak most is, és ott a helyszínen is élvezhető volt. Mentek a próbák természetesen, mert ugye ennek a rengeteg zenésznek van egy mélysége is, és ha csak hangterjedési sebességét nézzük, az mire visszaért. Eleinte volt egy kis kalamajka, mi kaptunk fülest, a dobosok, ment a metronóm benne, de aztán a színpadi fényre hagyatkoztunk, mert az ütemre villogott, mert az is csalt már. Uh-huh. Mire visszament a dobhang. De végül jól szólt. Nagyon. Igen. Ez az életed egyik legjobb élménye, nem? Igen. Ebből a zenei karrieredből. Na, akkor most mik a terveid? Tehát van ilyen zenész terved, motoros terved, családapa terved, most... vagy karbantartó terved, mert a zeneiskolában. A motorozás most teljesen háttérbe szorult, azon túl, hogy ott őrzem a motorjaimat, és a zenekar az működik tovább, remélhetőleg, ha nyílik a lehetőség igen, ez a karantén helyzet, és a jelen pillanatban a zeneiskolának vagyok a karbantartója, a pedellusa. Hát és nem pedellusa vagy, de... Hát mi vagy szemben lakok vele, a zeneiskolával szemben, úgy bármikor bármi van, hozzám csengetnek be. És most még van 3 év a nyugdíjig. A feleséged már otthon? A feleségem, ugye? Igen, most már nyugdíj előtti valamit. A kisunokánk már 15 hónapos, úgyhogy ők Debrecenben élnek. Velük is. A nagyapai létet tervezed? Igen. Meg most van egy olyan titkos ötletem magamnak, hogy szeptembertől beiratkozok a zeneiskolában zongorázni, és nyugdíjas éveimben elmegyek zongora hangolónak. Azt hittem, hogy bár zongoristának, nem, bizisten madom. Zongora hangolónak elmegyek, mert abból óriási hiány van, ezt látjuk a zeneiskolában is, igen, meg a zongorában rendelkező... embereknél is. De az és muszáj tudni zongorázni. Nem árt, ha egy kis dallamot az ember tud. Tehát akkor most beiratkozol. Ez még csak egy terv. Zongora szakra. Végigjárod, nem tudom, 1-től 8-ig? Van egyébként most is felnőtt, aki jár zongorázni. Nem is kell túl messze menni, mert itt ül néha fölöttünk, amikor dolgozik.
Nem mondom meg a nevét. Nem, majd kitaláljuk, megkeressük, hogy vajon miért akar zongorázni. És akkor kisírma intézményvezető asszony, majd téged fogok hitani például akár. Például. Mert ő például zongorát okít, ugye? Igen. De lehet. Nyilván más is okít zongorát. Igen. Hát ez majd kiderül. Hát én figyelj, sok sikert kívánok neked ehhez a... Végülis nem vagy te még olyan öreg, hogy ne válthass irányt. Pályát nem, de irányt azt válthatsz folyamatosan. Igaz? Azt. Így legyen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide. Érdekes életed van azért. Akár hát és akkor még nem beszéltünk a Lions jótékonysági klubról. És mostanában az elmúlt években aktívan részt veszek a református egyház életében is. Mint énekkaros, mint gitáros, mert ott is vannak ilyen ez kimaradt az én ismereteim közül, tehát a református egyháznál is énekelsz és gitározol. Igen, de mert... De nyilván ott azért beleolvadva a kórusba. Igen, természetesen. De ott szoktunk gitározni is, mert a tiszteletes asszony vagy 2-3 éve felnőtt gitároktatást is szervezett, és a feleségem azt mondta, hogy ő elmenne. Hát, hogy az óvodában, ha egy micimackót elgitározik, vagy egy kis ünnepségen, és akkor menjek én is, és akkor... Végre tanulj rendesen körülmények között gitározni. Igen, és akkor ott rekedtem, hát aztán kiderült, hogy az énekkarban sem árt a férfi hang, és akkor belekerültem az énekkarban is, és teljesen... Hát akkor hasznukra vagyunk a szolgálatban. Majd árgus szemekkel fogunk figyelni, de ott nem rock szerelésben vagy olyankor, gondolom. Nem. Hát ott mindig alkalomnak megfelelő természetesen. Hát akkor ehhez a pályához is sok sikert, ez a része ez a dolognak. Meg... Szóval mivel, hogy mi ilyen késői gyerekek vagyunk, az én unokatestvéreim gyermekei idősebbek, mint mi vagyunk. Hát világos. És ráadásul ők is elszármaztak innen, Tatabánya, Budapest, Jászberény, stb. És akkor mi egész életünk az úgy zajlott le, hogy a kollégák, barátokat kellett összeszedni. Nekünk itt rokonok nincsenek. A testvérem Pakson él, ugye most már 30-valahány éve. Ővel természetesen jó a kapcsolat, de hát ugye nagyon ritkán látjuk egymást. Úgyhogy mi egész életünk így zajlott le, és akkor ezért nem mondom, hogy keressük, de ezért vagyunk így, hogy, vagy így megtalálnak tehát minket. Vannak közösségek, ahol otthon érzitek. Igen, és minket is elfogadnak, és szeretnek, ezért mi így élünk. Én ezen egy szemet nem csodálkozom, de most már tényleg megköszönöm, hogy... Ezeket elmondtad, megosztottad, szerintem érdekes életed volt. Ennek ellenére, hogy egy kicsit túlhúztuk itt az időt. Köszönöm szépen, önöknek a figyelmet, jövő héten találkozunk ismét, viszontlátásra. A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.